Szervusztok, nagy nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Most egy ilyen rendkívüli alkalom, tehát nem a hagyományos keddi live van, hanem most csütörtökön jelentkezünk egy rendkívüli kiadással. És én úgy szeretném, hogyha ez egy rendszeres dolog lenne, hogy hétről hétre vagy napról napra jelentkeznénk nektek ebben az időszakban, amikor ezek a lezárások és egyebek vannak, hogy tudjunk tartalmat adni nektek, tudjunk segíteni, mert ugye ezt nagyon-nagyon szeretünk segíteni. És ugye nem feltétlenül csak eladás, ösztönző videókkal, hanem olyanokkal, amik ilyen hát nagyon-nagyon mély tartalmak. És ezt kértétek is tőlünk, és ugye mit kértek, azt mi igyekszünk összehozni, most ezt így két nap alatt raktuk össze ezt a témát, és úgy gondolom, hogy annyira jó ötletet adtatok, hogy tényleg ebből sorozatot kell csinálni, és úgy neveztük el, hogy család születik. Ugye, ahol jön egy kis jövevény, ott is család születik, a második gyerkőc, akkor is egy új család születik, és e körüli problémákat és egyebeket szeretnénk átbeszélni veletek. Az a szerencse, hogy ma se vagyok egyedül. Juli ismét elfogadta a meghívásunkat. Csett neki, Juli. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy újra itt vagy nekünk. Én már láttam a videóban, nem a videót, hanem az egész témáról azt, amit kidolgoztál, különböző diákat, és hát ez egy nagyon-nagyon erős tartalom. Nem nagyon tudok hozzászólni, ezért most rendhagyó módon úgy fogjuk csinálni ezt az adást, hogy átadom teljesen a terepet Julinak, és ő fogja az egészet felvezetni. Lesz kérdés, felelek a végén, ez körülbelül egy olyan 50 percet gondoltunk erre az adásra, ilyen plusz-minusz idővel, így készüljetek, és ha ezen túl vagyunk, tehát már az előadáson, vagy nagyjából ahova eljutottunk ebben az 50. percben, vagy a környékén, akkor lesz második rész, meg lesz harmadik rész is, hogyha így van. El is indulunk, és ahhoz, hogy egy picit át tudjunk rendeződni, akkor most csak magunkról egy kis manós reklámot vetítünk, és utána Juli jön ebben a nagyon izgalmas előadásra. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát nagyon nehéz a szívem, hogy tudom, hogy milyen nehéz helyzetben vagytok ti most. Az ország szülésznőit fogom össze több évtizede, és napi kapcsolatban vagyok velük, és tudom, hogy mennyire kevés információhoz tudtok most jutni, és tele vagytok izgalommal. Azért találtok ki ezt a sorozatot, hogy minden lényeges pontban megpróbálunk tanácsokat adni, megpróbálok praktikákat megmutatni nektek, hogy legalább az ismeretlentől való félelem ne legyen bennetek.
És akkor most el is indulunk mindjárt azzal a témával, hogy mik foglalkoztatnak benneteket leginkább a várandóság alatt. Ugye azon szoktak az édesanyák roppant módon izgulni, hogy mennyit híznak. Hát most ugye miután jöhet is az első dia, miután ebben a vírusos időszakban, ugye nem sokat tudtok kint lenni, de hát most már sütni fog a nap, és reméljük, hogy azért igen. Ennek következtében ugye még jobban tudnak rakódni a kilók. De hogy lássátok, hogy tulajdonképpen a bő 8 kiló az mire is megy el. Nem kell különösebben jegyzetelni, mert egyrészt újra lehallgatható a videó, másrészt pedig Doroti holnap felteszi a Minimannónak a Facebook oldalára, és a Fisfagyar csoportnak is a diákat, és akkor meg tudjátok nézni. Tehát itt tulajdonképpen 8 kilót súlygyalapodás, ha bő 3 kilós a baba, ami az átlagos gyerek súly szokott lenni, újszülött súly, akkor itt gyakorlatilag még egy grammot nem hisztatok magatokra. Tehát nem kell ezt a témát túlparázni, de persze nagyon kell figyelni. És hát arra is, hogy ilyen sokkal nagyobb a vízvisszatartás, tehát próbáljátok, hogy ne sózzátok az ételeket, egyebeket, hogy egyenletesen úgy hízzatok, ahogy a baba is fejlődik. Tehát, és ez az utolsó hónapban egy fantasztikus dolog, mert 1 kilót zsírosodnak ezek az aranykis kópék, úgyhogy akkor lesznek azok az igazi baba párnák, tehát ezért nagyon-nagyon jó dolog, hogyha ki tudjátok húzni az időt. Mi a másik, amin nagyon sokat problémáztok? A következőt kérem szépen, hát az a stria. Na hát ez a huncut stria, ez alkati nagyon sokszor családi örökség, ugye, de mert nem csak zongorát, vagy esetleg bármi jó dolgot örököl, hanem hát a bőrét is, hogy esetleg a stria képződési esély nagyobb. Na most azért lehet tenni, nem túl sokat, tehát, de azért lehet tenni, 100%-osan nem lehet megoldani, de hogyha használtok ilyen jó stria megelőző krémeket, egyebeket, akkor avval tudtok segíteni. Hát én most egy olyan sokfunkciós terméket mutatok, ami árérték arányban borzasztó jó, mert nagyon drágák tudnak lenni ezek a striakrémek, és ezt ugye nem csak a striára megelőzésre tudjátok használni, hanem utána a melmaszírozásra is, és aztán meg legfőképpen majd a kisbabának, amikor jól lehet vele masszírozgatni, bűngyürgetni a kis lábát, pocakját, egyebeket. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és azért van ez, hogy ennyi mindenre lehet használni, a mellnél is lehet használni, mert utána nem kell lemosni a mellről, nem baj, ha olyan lesz a bimbo, mert 100% steril, és olyannyira tisztított, hogy 3 évig lehet kinyitás után eltartani. Tehát lehetetlenség, hogy ne használjátok el, utána meg testápolónak is nagyon jó. Tehát ilyen jellegű dolgokat mutogatok nektek, ami nem fogja kitenni magának ennek a közös megbeszélésünknek csak egy nagyon pici részét, amikor én bármit mutatok, és az olyan, ami árérték arányba, vagy kiváló a minősége. A várandóság utolsó hetejében, akik vannak közületek, hát az egy fantasztikus lelki állapot, tele vagytok aggodalommal, félelemmel, most aztán végképp. Lehettek már fáradtabbak, ingerlékenyebbek. Nagyon remélem, hogy jó sok édesapa is majd megnézi ezt az adást, vagy most is velünk van, mert hát ilyenkor borzasztóan nagy szükség van apuka a ti támogatásotokra. Dübörögnek az anyába a hormonok. És hát nem akarlak benneteket biztatni, de a szoptatás idején újra majd lesz egy ilyen óriási hormonális változás, amikor még több hormon fog dübörögni az anyukába, úgyhogy akkor is majd a szülés után is bőgnek egy kicsit a mamák, aggodalmaskodok, és hát rajtatok a világ szeme, fiúk, hogy nyugtassátok, és vegyétek ezt tudomásul, hogy nem tehet róla. Eluralkodik mindenkin a fészekrakó ösztön, ami nem csak abból áll, hogy vásárol, az is hozzátartozik, most egy kicsit nehezebb, hanem hogy kifesteni a szobát, berendezni a babának a cuccait, egyebek, tehát mint a kis madárkák, teljesen normális ez. De a biztonság iránti igény a legnagyobb, és ezt most momentán leginkább a apukáktól tudják megkapni. Nagyon szépen kérlek benneteket,
ne foglalkozzatok a rémhírterjesztőkkel, pokoli. Kinyit az ember egy oldalt, egy kismama oldalt, hát valami szörnyű, hogy agyon ijeszgetik az anyukákat. Ez egy élettani természetes folyamat, a szülés és a szoptatás, és ne hagyjátok elrontani. Készüljetek fel ismeretekkel, de ne hagyjátok tönkretenni, hogy ne legyetek aztán boldogok. Ebben az időszakban meg kell azt is beszélni, hogy ki majd miben lesz segítségetekre, mert a családot is be kell vonni, de most természetesen a barátok is jól jönnének, de most hát azért minden nagyon távolságtartóan, mert ugye nagyon kell vigyázni az édesanyákra és a babákra, tehát nagyon-nagyon szőrmentén fordulhasson elő olyan ember, aki nincs beoltva, de az is csak maszkba körülöttetek, tehát azért most még nagyobb szerep jut az édesapákra, mert most kettőtökön a világ szeme, viszont remekül le lehet rakni azt a finom kis komatálat az ajtó előtt, meg ha úgy alakul, hogy nagyon időigényes a kisbabátok, akkor a mosnivaló ruhát is szívesen elviszi, én azt gondolom, hogy minden nagymama. Na most ugye ez a szülési terv, hogy kigondoljátok, hogy hogyan is legyen a ti szülésetek. Hát most ugye az, hogy ki lehet bent veletek a szülésnél, ez most leegyszerűsödött, mert kizárólag az édesapa. És ez nem azért van, mert szadisták az egészségügyi dolgozók, hanem amiatt, hogy nektek egy a baktériumflórátok, tehát hogyha az apuka, vagy ha valamelyikőtök most főleg ennél a vírustípusnál, ha valamelyikőtök pozitív, akkor a másik is az lesz, vagy az már, tehát itt most ez a ti védelmetek, meg a többi szülő édesanyának, hogy nem mehet be más. Hogy mit vártak az édesapától? Drága anyukák, gondoljátok végig, már apának a fejnél a helye, tehát a ti fejeteknél a helye. Tud benneteket biztatgatni, tudja a homlokotokat borogatni, megtörölgetni az arcotokat, hogyha azt szeretnétek. Ha sétálhatok, amire nagyon nagy esély van, akkor együtt tudtok sétálni, tudja masszírozni a derekatokat. Tehát nem csak érzelmi támaszt tud adni, hanem ténylegest. És meg kell kérdezni, hogy ihattok, ehettek-e valami könnyűt, akkor azt is, abba is tud nektek segíteni apa, és hát tudja szorítani a kezeteket, megemelni, segíteni majd a nyomásnál, a fejeteket tartani, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent. Lehet, csak döntsétek el, hogy mit szeretnétek. Most nehezebb a tájékozódási lehetőség is, de hogyha úgy érzitek, hogy nagyon alacsony az ingerküszöbötök, akkor meg kell beszélni, hogy milyen fájdalomcsillapítási lehetőségek vannak. Jó sokféle van, most már vannak olyan helyek, ahol vízbe is lehet vajudani, aki akar, és orvosi szempontból is minden rendben van, az akár vízben szűrhet is, tehát egy csomó mindenre van lehetőség. Már nem adnak okvetlenül beöntést, és nem is borotválnak okvetlenül, akkor adnak beöntést, hogyha valami miatt úgy érzik, hogy az nagyon jó lenne, nagyon tele van a végbél, vagy egyéb, de azt is megkérdezik tőletek, és megbeszélik veletek. Nagyon érdekesek egyébként ezek a dolgok, mert úgy fognánk fel, hogy hát ha én azt mondom, hogy ne legyen beöntés, ne legyen. De mindennek van pozitív oldala. Nem volt ez véletlen, hogy a régen az abszolút bába praktika volt a beöntés. Ez azért van, mert testmeleg vizet fecskendeznek be a végbélbe. Én tudom, hogy az egyirányú utca is nagyon kellemetlen. Nem vagytok hozzászokva, hogy ugye kívülről befele megy oda valami. Főleg az, hogy nagyobb mennyiségű víz, de a meleg vízzel nagyon sokat lehet lendíteni a szülésnek a folyamatán, be lehet indítani renyhefájásokat, tehát ha azt javasolják, akkor fontoljátok meg, mert nyilván, hogy nagyon-nagyon jót akarnak. Nem végeznek mindig átmetszést, ebbe is bízzatok a szülésznőre, de mondjátok meg, ha ti nagyon nem szeretnétek, hogy átmetszés legyen. De hogyha olyan
erős az izomzata, és nem igazán tágulékony, laza a gát, akkor fogadjátok el, hogyha ha úgy döntenek, úgy azt mondja a szülésznő, hogy mégis kérem, hogy egy kicsit gátmetszés legyen, hogy ne fogja vissza a babát, ne repedjen be, mert az sokkal kellemetlen. Csinálnak egy icipici vágást, és akkor már gyorsan meg is tud születni a kisbaba, és gyakorlatilag az egyenletes, míg hogyha nem ollóval csinálják, nem fáj már, akkor el van teljesen vékonyodva, kaptok érzéstelenítőt, de hogyha bereped, akkor mindenfelé reped, és cikcakosan, tehát sokkal rosszabb a gyógyulása. Meg kell kérdezni, hogy milyen alternatív lehetőségek vannak. Van labda, ez az amaz, mindenféle varázslás, ki kell használni, ha úgy érzitek, hogy jó nektek. A vízbe is, ha beszálltok, nem kell ám ott maradni okvetlen. Ha úgy érzitek, hogy ki akartok jönni, akkor mondjátok, hogy ki akarok jönni, és akkor minden gond nélkül kitudtok. Mindenhova be lehet vinni fényképezőgépet, kamerát, de arra nagyon figyelni kell, hogy nem szemből, tehát apukának ott nincs helye, hogy Premiere Plánban lássa így a szülést föntről, egy picit lát belőle, látja, hogy megszületik a kisbaba fejecskéje, aztán a vállacskák, és úgy aztán az egész újszülött, tehát illetve hát akkor még magzat, mert még addig úgy hívjuk, hogy magzat, amíg össze van, megvan az összeköttetés a köldökzsinórral. Vigyetek mindenképpen olyan dolgokat, amikre szükség lehet, tehát ilyen szőlőcukor, folyadék, apukának mindenképpen vigyetek valami kaját, mert az idegességtől még éhesebb lesz, tehát annak semmi értelme nincs, hogy leesik apának az izgalomtól a vércukorszintje, aztán ott avval kell foglalkozni, hogy apukát kanalazzák fel, mert szegény olyan ideges már, és még ráadásul nagyon éhes is, tehát az ilyesmire is gondoljatok. Lehet, hogy nem mindig az egész szülőszoba, hogyha ha nem egy ágyas a szülőszoba, hogy vihettek ezenét, ilyeneket mindent kitaláltok, kitalálhattok. A homeopátiás szereket csak akkor vigyetek, ha értenek hozzá, ti semmiképp sem szedegethettek be semmit magatoktól. A homeopátiás szerek is szerek, tehát van pozitív és lehet negatív hatása is befolyásolhatja a szülésnek a folyamatát. Tehát azt csak a szülésznő vagy az orvos történt egyeztetés után, ahhoz viszont az kell, hogy ők is értsenek hozzá. Már mindenhol próbálnak bababarát és családbarát lenni, hiszen most már nem is úgy hívjuk, hogy bababarát, mert nem csak a babával, hanem az anyával, az apával, tehát ez az egész már, ez egy akkora egység vagytok ti, hogy gyakorlatilag családbarátnak kell lennie minden szülészetnek, és meg is próbálnak tenni mindent, még ebbe a nehéz helyzetbe is. Most, hogy tudjak egy kicsit segíteni, ezt sem kell jegyzetelni, hogy mi az, amikor mindenképpen fel kell hívni az orvost, vagy ha szülésznőt ismertek őt, vagy a védőnőt, mert meg kell beszélni, hogy mi legyen akkor, hogyha fáj a vizeletürítés. Emögött általában hólyagkurutos dolog van, vérbő a nemi szerv, vérbő a hüvelycső környéke, és sokkal hamarabb felvándorolnak a kórokozók. De akkor meg kell beszélni, hogy mi legyen, gyógyszert kaptok, nem kaptok, vizeletet kell bevinni valahova, nyilván, hogy nem vakba fognak adni, úgyhogy gyógyszereket, mit csinálhattok, tehát ilyen esetben soha ne felejtsétek el, hogy tájékozódjatok, ne vállaljátok magatokra ennek a felelősségét, mert csak rosszabb lesz. Amikor a kézujjak, az arca, boka, nem az, amikor egy kicsit bedagad, hanem amikor olyan hirtelen változás van, akkor mindig, ha bármilyen hirtelen változást észleltek, akkor mindig szerencsés beszélni szakemberrel. Ha lázasak lesztek, akkor is okvetlenül, ha erős hányásotok van, nem az, hogy egy kicsit fölkavarodik a gyomratok, hiszen már a várandóság vége fele is érzékenyek vagytok a szagokra, egyebek, attól nem kell kétségbeesni, de egyébként igen. A mozgásba is, hogyha jelentősen csökken, vagy nem érzitek egy jó ideje a babát mozogni, akkor is hívjátok fel a szakembert. A testszerte fellépő viszketés az gyakorlatilag máj problémára utalhat, tehát azért jó
erről is beszélni, mert hát az egy nem szerencsés probléma. És hát ugye, hogyha koronavírus pozitívok vagytok, illetve tüneteid vannak, akkor is jó beszélni szakemberrel, nem kell kétségbe esni, nem kell megrémülni, de beszélni kell, hogy akkor hogyan tovább, hogyan legyenek a szűrések, hogyan legyen az egész további szülészeti helyzetnek a menedzselése. És mi az, amikor rögtön orvoshoz kell fordulni? Ez most gyakorlatilag, mivel itt nem elég az, hogy telefonon beszélünk, és ugye vagy azonnal meg kell beszélni, hogy menjetek rendelőbe, vagy be kell menni a szülészetre, mert legfeljebb megnéznek, és utána visszaengednek. Mert ha vérzés van a hüvelyből, akkor sem szabad gondolkozni. Ha erős, nem szűnő hasi fájdalom van, az is azt jelzi, hogy nincs valami rendben. Elfolyik a magzatvíz, nem szabad otthon vajutgatni, hanem akkor indulni kell, illetve hát föl kell hívni, de már akkor legyetek összekészülve. Nagyon furcsa az élet, mert azt gondoljuk, hogy ugye egy csomó idő van felkészülni arra, hogy megszületik a baba, meg már van, aki túlhordja, és akkor is egy olyan érdekes lelki dolog ez, hogy akkor is mindenki megrémül. És azt se tudja, főleg a fiúk szoktak nagyon megijedni, elfolyt a magzat, hogy úristen, most mi legyen. Hát és ugye akkor azért kell felkészülni arra, hogy mi is legyen, hogy akkor indulni kell befele, és mindjárt megbeszéljük, hogy mik azok a dolgok, amiket mindenképpen előre össze jó készíteni. Ezek súlyos folyamatra, ilyen terhességi mérgezésre ezek nem olyan mérgezés, hogy most valamit rosszat tettetek, hanem ez egy ilyen terhességi probléma, amikor ilyen szikralátás, ezt úgy tudom szemléltetni, hogy biztos láttatok már a rajzfilmekben, hogy így szokták, amikor marha nagy pofont adnak egymásnak a Tom és Jerry, meg a többiek, és akkor szikrák vannak. Na most hát sajnos ilyen szikralátás, ez a szikralátás, tehát amit akkor is láttok, csak sajnos akkor nem szikrázik a szemetek előtt semmi, csak van egy ilyen súlyos állapot, ami miatt rögtön be kell menni, és a folyamatos súlyos fejfájás esetén is. És akkor most menjünk tovább, és itt közben, mivel itt ez nem túl sok mindent mutat ez a dia, akár vissza is kaphatom a képet, hogy beszélgessünk a szülésről. Hát annál nagyobb csoda nincs, mint amikor kisbabátok születik, hiszen ezt érzitek ti is, és akik itt vannak most velünk, azok nyilván azért vannak, mert nagyon fontos számukra a kisbabájuk. És hát mivel most nincs más lehetőség, akkor most pár szóba, hogy is zajlik egy szülés. A szülésnek van az első szakasz, az a tágulási szak, ami a rendszeres szülőfájások megindulásától gyakorlatilag a mészáj eltűnéséig tart. Van egy olyan fogalom, hogy vannak jósló fájások. Ezek előfordul már nagyon sokszor, hogy akár a 36. hét körül már szinte rendszeresen jelentkeznek fájások, hogy akár például 8-szor 10-szer is jön 4 vagy 3 percenként, de utána lenyugszik. Tehát ez egy olyan érzés, ilyen nagy feszülés a pocitokban. Tehát így, mint egy nagy kemény gömb úgy rajzolódik ki a méhetek, és megfogjátok, és ugye kőkemény, de hát azért már ilyet ugye azért érez a vége felé már mindenki. Ez azra jó csak, hogy felkészül, a méh felkészül a szervezet a szülésre. És aztán majd elnyugszik, és akár ugye még ez időnként megjelenik, és akár ugye 4 hét múlva fog körülbelül megszületni a baba, tehát nem kell ezen aggódni, akkor még nem kell berohadni, ha nem folyik el a víz. Mert akkor valószínűsíthetőleg ezek csak a jóslófájások. Amikor a rendes szülőfájások vannak, azok egyre gyakrabban és rendszeresen és egyre erősödő módon jelentkeznek. Na most tehát azért ezt jó figyelni, jó felírogatni, apukának ez egy remek feladat, ő is ki tudja tapintani a méheteket, és ő is tudja végig, még azt is meg tudja mérni egy másodperc mutatós órával, hogy meddig tart, mert utána újra felpuhul a méh. Ez a fájás, ez nyomja
kifelé, a babát egyre lefelé a szülőcsatornába, és akkor így ebben a szülőfájásokkal, és a babának, ugye jó esetben a buksikájának a lefele nyomásával kezd el kitágulni a mészáj. Ez mit jelent? A méhetek nem terhesen, körülbelül akkora, mint egy körte, és ugye olyan az alakja is, hogy van ugye ez a méhtest, amit nagyon szeretünk ugye megenni a körtéből, és a méhnyak, az pedig ez a hosszú része, ami után ugye jön a kocsány. Na most, amikor várandósak vagytok, ez ugye borzasztó nagyra megnő, hiszen benne van a magzat, a lepény, a víz, stb. Na most ennek következtében, ahogy összehúzódik, ez a mészáj, most ebben próbálom így az öklömmel, persze nem ekkora a mészáj, hanem sokkal kisebb, és akkor, de nem tudom másként szemléltetni, így ahogy a babának a kis buksia nyomul lefele, ez így kezd, ide följön a mészáj a babának a feje fölé, és kitágul, és amikor már ugye 8-10 centire kitágult, kinyomott, ugye akkor már a babának átfér ezen a buksikája, tehát már nem fogja a méhnyak. Tehát egyrészt ugye kell, hogy a méhnyaknak legyen hosszúsága is, mert hogy úgy azt tartja ezt az elképesztő nagy súlyt, ami a baba, a vízme és a többi. Na most ezért, ha azt mondjuk, hogy 8 centis, akkor már gyakorlatilag majdnem kész arra a szülőcsatorna, hogy megkezdődjön a szülésnek a második szakasza, a kitolási szak. Ilyenkor kell ugye a nyomást gyakorolni, amikor már nincs. Előfordulhat, nincs már ugye mészáj, előfordulhat, hogy még nem jött le egészen, nem jött át a szülőcsatornán teljesen a baba, ugye a medencecsontok között is ugye forognia kell a szülés folyamatába, és amikor készen van erre, és érzik már ott a kollégák, nem is kell mindig benyúlni ahhoz a mészájba, hogy eljutottunk erre a helyzetre, akkor kell a nyomást gyakorolni. Mindent ott meg fognak mutatni, hogy fogjátok meg a lábatokat, hol fogjátok, az édesapa hogy segítsen, hogy fogjon meg benneteket. És akkor van az, hogy nagyon fontos, hogy becsukott szemmel préselni lefelé, hogy meg tudjon születni ez a drága kis ember. Van, akinek ez relatív hosszabb folyamat, van, akinek nagyon gyorsan pár nyomásra megszületik a kisbabája, és ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a babának a kis feje megtámaszkodik a méremcsontotok alatt, és akkor így van a kis feje a méhbe, és így egyszer csak kibuccol a világra, és megjelenik az a gyönyörű kis arcocskája. De ő neki a kis teste oldalra van, úgyhogy ő el fogja fordítani oldalra a fejét utána, amikor már megszületett, és akkor fog kibukni a felső, és utána az alsó válla ennek a drága kis babának, és akkor ott az a óriási csoda, hogy megszületett a kisbabátok. És onnantól egész kevéssé fogtok a szülésnek a másik két szakaszával foglalkozni, hiszen meg fogjátok kapni őt a pocakotokra, és azért nem följebb, mert akkor még ugye pulzál a köldökzsinór, rajta van még a köldökzsinóron, ami átlagosan fél méter, és akkor azt még nem tud mindjárt följebb kerülni a baba a melletekre. Tehát ez a kitolási szak, és utána jön a lepénynek a megszületése. Ma már, tehát nem véletlenül írtam ezt a háborítatlan szülést, lehetőleg nem igazán, ha nincs indoka, nem nyúlnak bele a szülésbe, nem injekciózgatnak benneteket, hagyják a normál sima menetébe a szülést lezajlani. És utána megszületik a méhlepény, és utána jön egy lepényt követő szak, ami alatt még fokozott észlelésnek vagytok kitéve, de akkor már becsukódott a világ. Ott vagytok együtt hárman édesapával, és akkor azt együtt tudjátok tölteni, még ebbe a elképesztően gazember koronavírusos időszakban is. Na most gyakorlatilag, ugye nem mindenkinek adatik meg az élettani szülés, és akkor most kérem szépen a következő diát,
hanem vannak olyan édesanyák, akik császármetszéssel szülnek, elég gyakori, több mint 40%, tehát 100-ból 40 gyerek biztosan, de inkább 42-43 császármetszéssel születik. Na most nemrég volt egy ilyen témánk, úgyhogy legyetek szívesek ott ezt végignézni. Néhány gondolatot beszélek róla, de csak tényleg nagyon keveset, mert ott nagyon részletesen elmondtam. Tehát nem kíméletesebb a hüvelyi szülésnél a császármetszés a babának. Őneki ez jó, őneki ez élettani, ő fel tud készülni ez alatt, megharcolja ugyan a magáét, de egy nagyon-nagyon fontos és nem véletlenül élettani, tehát ha szükség van rá, nem kell kétségbe esni, de ha nincs rá szükség, lehetőleg ne kérjétek ti magatok azért, mert féltek a fájdalomtól, vagy egyéb kérjetek fájdalomcsillapítást, és ne kapjatok egy nagy műtétet, ha nincs rá szükség. Olyanokat szoktak mondani, ugye, hogy szebb a baba, igen, kerekebb a feje, de nem szebb. Nektek nem lesz senki olyan gyönyörű, mint a ti kis babátok. Majd amikor már nagyobb lesz a gyerek, és visszanézitek a képeket, meg fogtok döbbenni, hogy te úristen, hiszen most már milyen gyönyörű tényleg, és nem is volt annyira szép, de nektek higgyétek el, hogy ő lesz a világ leggyönyörűbb kisbabája, akkor is, ha piros a kis feje, akkor is, hogyha magzatmázas, akkor is, hogyha kis gyűrött, mert annál szebb nincs, mint az embernek a saját gyereke. Nem ismeritek még ezt a csoda érzést. Senki nem tudja, amíg nincs saját gyereke, hogy az mi. És ezért hiszek abba, hogy nektek édesapák ugyanolyan fontos az apai ösztönötök, mint édesanyáknak az anyai ösztöne. Megérzitek, ahogy óráról órára, napról napra vele vagytok, persze aggódtok érte, és már most is szeretitek. De úgy szeretitek, ahogy más embereket, ahogy a más családtagot. De utána ez valami olyan magasabb rendű lesz, hogy az valami egészen hihetetlen, és ezért fogjátok ti tudni, mert ti lesztek vele, ti figyelitek meg, és ti éreztek rá, hogy önneki mire van szüksége. Az sem igaz, hogy negatív hatással lesz a szexuális életetekre, az nagyon ritkán fordul elő, és nem azért, mert élettani szülésetek volt. Gyakorlatilag tele lett volna az elmúlt mondjuk 50 évvel ezelőtt született szülőnőknek az élete szexuális problémával, ha ez így lenne, amikor még pár százalék volt a császármetszés arány, illetve régen akkor senkinek nem lett volna rendben a szex, tehát azért ilyeneknek nem kell bedőlni. Mert azért foglalkozni kell azzal is, hogy ugye azért a műtét nagyon-nagyon értenek most már hozzá, nagyon gyakorlottak a kollégák, és nem kell attól sem megrémülni, ha azt mondják, hogy szükség van rá, csak nem kell arra idézőjelbe hajtani. Mert ugye megvannak az érzéstelenítési formák, a császármetszésnél is döntően gerincközeli érzéstelenítésbe történik, és tulajdonképpen olyan is elő szokott fordulni, hogy az anyuka kér epidurális érzéstelenítést, és azt viszik tovább spinális érzéstelenítésre, hogyha császármetszés kell. Tehát teljesen részesei vagytok a szülésnek, tehát semmiféle aggodalomra nincs ok, attól ti szültétek azt a gyereket, hogy nem ti nyomtátok ki, hanem az orvos fogja kiemelni, vagy szépen ő ott a méhből kibuccol, annak megfelelően, hogy milyen műtéti technikát vezetnek ott. Az altatás ugye az akkor van csak, ha sürgősségi a császármetszés, és nagyon hamar fölébredtek, és nem kell megrémülni, mert ahogy éber a tudatotok, nyugodtan merre kerülhet a gyerek, hiszen olyan minimális, már nagyon jók ezek az altatók, és olyan minimális mennyiség, amit tud ő szopni ilyenkor, hogy az biztos, hogy abban semmi olyan mennyiségű altató nem lesz, ami ő neki problémát okozna. Mindenképpen nagyon fontos, hogy az apukák is meg tudják majd kaparintani a babát. Erre az esetek, olyan esetekben van több lehetőségük, amikor császármetszéssel szültetek. A császármetszésnél is kérhetitek, hogy megkapjátok, megmutatják, megpusszíjátok a babát rögtön a kiemelés után, de utána felöltöztetik, de megkapjátok kis bugyorba, kérjétek akkor is, ha csak lehet, hogy odarakják. Természetesen nem tudják akkor merre tenni, mert nincs ott még hely, és gyakorlatilag
itt hagyják nektek egy kicsit, hogy cicázatok vele pár percet, próbáljátok kérni, és utána meg hadd kapja meg apa, hiszen az ő hangját is ismeri, és ott is megnyugszik, és ott is biztonságban fogja érezni magát. Gyakorlatilag, ami itt fontos, hogy a következő ábrát kérem szépen, itt gyakorlatilag a műtőben nem lehetnek bent a fiúk, de kiadják a babát, hogy amikor már lezajlott ez a mamával való ismerkedés. És ami fontos, hogy mentővel lehet bemenni a szülészetre, hogyha koronavírusra utaló tüneteitek vannak. Mert a mentősök tudják, ott van beosztva, hogy hol van olyan ágy, ahova utána meg olyan szülőszoba, ahol ott nagyon nagy figyelem közepette tudjátok megszülni a babát, és tudnak nektek segíteni utána, a szülés után is folyamatosan. Tehát nem kell megrémülni, mert jól el lesztek látva, és ott lesznek körülöttetek. Az első órákban ott lesz mellettetek, saját személyzetetek, és utána is telefonon folyamatosan kapcsolatban lesztek. És mindjárt jönnek ezek a csomagok, ott benne lesz vigyetek magatokkal mindenképpen szájmaszkokat, mert van ugye, ahol tudnak adni, meg adnak is, ha mégis otthon maradt, tehát nem kell megrémülni, és kézfertőtlenítő és fertőtlenítő is legyen. Figyeljetek most, csökkentsétek a személyes találkozásokat, mert most erre nagyon-nagyon vigyázni kell. Nem tudunk arról, hogy a vírus fejlődési rendellenességet okozott volna, nincs ilyen tapasztalat, de ugye ha lázasok lesztek, akkor megnőhet a koraszülés, és sajnos az abortusznak is a gyakorisága, tehát nagyon figyelni kell, hogy lehetőleg ne kapjátok el. Na és akkor egy lazább téma, hogy mit kell vinni a kórházban. Nem fogom részletezni, ami nyilvánvaló, mert hiszen látni fogjátok majd otthon is a diát, és hát gondolom, hogy azért már nagyjából tudjátok is. Gyakorlatilag a papírok rendkívül fontosak, hogy nálatok legyenek. Ezeket össze kell már jóval előre készíteni. Ugye az összes ilyen tisztálkodási, higiénés dolog, beleírtam újra itt a maszkot, apukának, meg anyukának, magatoknak is innivaló, bizonyos ennivaló típusok, a csoki például nagyon jó tud lenni, persze, ha nem vagytok cukorbetegek, és akkor a ruházat anyukának. Én ezt úgy javaslom, hogy én két kisebb táskába pakolnék, mert ugye mindig nagyon kevés a hely, és ugye akkor nem lehet megtalálni mindent jól. Tehát van egy szülőszobás táska és egy gyerekágyas táska, meg egy külön kis dolog, a kis zacskó a babának. Na most azt persze bele lehet tenni a gyerekágyas táskába, és a szülőszobás táska tartalmát kiegészíti a gyerekágyas táska, mert nyilvánvaló, hogy nem kell több köpenyt vinni, meg papucsot se kell másikat, tehát ugye kell egy a zuhanyba, egy gumipapucs, és kell egy másik papucs. Na most a másodperc mutatós óra azért van, amiről beszéltünk, hogy gyakorlatilag lehet olyan kérés a szülésznőnek, hogy mérjétek meg a fájásnak az időtartalmát, a illóolajokat is akkor meg kell beszélni. Na hát, nagyon ritkán csúszik úgy meg a szülés, hogy mégsem indult be, és ott tartanak benneteket a szülőszobán, hogy keresztrejtvényt fejtsetek, de hát azért gyakorlatilag előfordulhat, tehát akkor el kell foglalni magatokat. És a szülés után van ugye a gyerekágyas táska, aminek általában ez a tartalma. Az apukáknak mutatok egy káprázatosan jó ilyen összerakott csomagot, ilyen kísérő csomagot. Erre azért mondom, hogy káprázatosan jó, mert én ugye szakmai szemmel nézem, ez egyrészt nem látszik át. Ez azért fontos,
Nem, mert nem kell aláöltözni, mert azért a szülőszobám meleg van. És nem, ezért nem kell, hogy mást még alávegyetek. Jó nagyon, hogy megvan ugye pontosan a centiméterek, tehát méretezve van, és olyan jó anyaga van, hogyha a szülés után nem kell kidobni, ha nem lett véres vagy egyéb, hanem gyakorlatilag kézzel ki lehet mosni, és akkor utána, hogyha úgy adódik, hogy jön a nagymama, például ugye semmiképp sem menjen be senki, és nincs ott pótruhája, senki nem menjen be olyannal, amiben főleg, hogyha közművön közlekedett, akkor ugye föl tudja venni, vagy a nagypapa. De csak olyan menjen, akinek muszáj, és aki segít, mert most semmi szükség másra. Ebben van lábzsák is, és van benne szájmaszk is, és a fejvédő is. Hát, szóval egy nagyon-nagyon ügyes kis dolog. Na most itt még a gyermekágyas időszakra, mindjárt itt elveszek innen egy ügyes kis, ez a jégbetét, ami akár élettani szülés, akár sima szülés, főleg ugye a hüvei szülésnél azért csak duzzadtabb ott az a terület, picit sérülhet is. Ha gátmetszés volt, akkor ugye ott van egy vartsebb. Ez, ha ennek a, be van egy ilyen nagy betét, ami ugye azért jó, mert jó nagy is, tehát fölszívja a váladékot is, és össze kell csak hajtani, és akkor hideg lesz, és ezzel a hideggel remekül tudjátok hűteni ezt a területet, ami a hidegnek fájdalomcsillapító hatása van, és vérzéscsillapító hatása, és ezzel azonnal tudjátok csökkenteni. Tehát ilyesmire, ha gondoljátok, érdemes egy-egy darabra befektetni. A gyerekágyas társaságban a kisbabának a holmiaját kell bevinni, amiben haza is tudjátok vinni. A többi cuccot az apuka majd, ahogyha kell még zsák vagy ilyesmi, azt be tudja vinni, amikor megy értetek, mert hát sajnos nem tudnak a papák fölmenni, tehát ugye nektek kell kihozni a szülészetről a babátokat. Nem olyan nagyon egyszerű, tehát azért jobb, hogyha az ilyen nagyobb darab ruhákat, vagy hordozót, vagy egyebeket nem ticipelitek be. Van én nekem egy következőt, kérem szépen, egy kiadványom, ez a Te is szoptas. Ezt a lelkembe leírtam, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a kiadványt, az egész szakma elfogadta, ami azért elég ritka a szülészeti társadalomban. A szülészeten kéne megkapnotok, de most ugye a szülészetre nem tudtok bemenni. Kérlek benneteket, hogyha nincs meg nektek, mert ezt most tudnátok elolvasni az apukával együtt, akkor gyertek el a Minimanóba, és itt meg fogjátok kapni minden ellenszolgáltatás nélkül. A várandóság ideje alatt átlépünk a szoptatás témakörébe. Egy dolgot tudtok, hogy fel tudtok készülni a szoptatásnak arra a strapájára, hogy a babák úgy szopnak, hogy kérem szépen egy pillanatra a képet, hogy két-háromszorosára nyújtják a bimbot, összepréselik, és egy ilyen hullámmozgást végeznek a nyelvükkel, és ezzel a hullámmozgással felpréselik a szájpadlásukra a bimbot, és a szájukban lévő vákummal ürítik ki a tejet. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokszor egy szopás alatt ezt megcsinálják, és a nyelvüken lévő ízlelő bimbocskákkal is dörzsölik a bimbot. Na most előfordul, visszamehetünk a képre, hogy száraz a bimbo a várandosság ideje alatt. Na most, hogyha ezt a száraz a bimbo, akkor nagyon sérülékeny lesz. Majd megtanuljuk a következő alkalommal, hogy hogy kell megfogni a babát úgy, hogy ne harapja ki a mellbimbót, ne sérüljön. De az nagyon jó ahhoz, hogy két-háromszorosára tudja nyújtani és összepréselni, ahhoz, hogy puha, hidratált, nyúlékony legyen a bimbó. És akkor erre vannak ezek, amik ilyen nedvesebb gyógyulás, tehát a mélyebb rétegből hidratálják fel a bimbót. Ez egy
hófehér, tiszta krém. Ahogy látjátok, ott van mellette a gyógyszertári lanolin, amit nem szabad a merre használni. Ha mégis azt használjátok, akkor mindig le kell mosni, mert nem szabad azt rákenni. Ez nem kell lemosni, olyat használjatok mindig, aminek nincs színe, szaga, íze, mert az a jó nektek is, és az a jó a babátoknak is. Mindent, aminek színe van, szaga van, íze van, le kell mosni. Na most, akik nagyon környezettudatosak, mehetünk a következőre, igen, megvan, ez jó. Tehát akik nagyon környezettudatosak, vagy nagyon nem szeretnek semmit, ami állattal van kapcsolatban, azoknak is vannak már kiváló készítmények, ilyen például az organikus bimbóvédő balzsam. Ez is teljesen víztiszta, és gyakorlatilag hibátlanul ezzel is fel tudjátok puhítani a bimbót. De nagyon-nagyon figyeljétek meg, nagyon szépen kérek benneteket, hogy semmilyen módon ne használjatok olyat, amik nem bevizsgáltak. Tehát mindig nagyon-nagyon tisztelt. A gyógyszertári lanolin az nem arra van, tehát nem is szabadna eladni a gyógyszerészeknek, de mégis előfordul, hogy hozzá lehet jutni. Én is kipróbáltam, és simán odaadták. És hogyha ha növényi alapot akartok, akkor vannak ezek a balzsamok, amik közül azok a legjobbak, ez az USDA minősítés, ez a legnagyobb ilyen bio-naturkozmetikum minősítő intézet, ami a legelfogadottabb. Tehát mindig nézzétek meg, hogy vagy 100%-ig tiszta lanolin legyen, van többféle készítmény ebből, van többféle márka, vagy pedig akkor ezeket a balzsamokhoz nyúljatok, és hidratáljátok fel. Ezt úgy kell csinálni, hogy lezuhanyoztok, száraz a bimbó, bekenitek valamilyen lanolinnal, és utána rátesztek egy jó melltartó betétet, mehetünk a következőre. Ezek a melltartó betétekből azok a legjobbak, ami a lényege, hogy a későbbiekben mindig, ha csöpög is a tej, mindig száraz legyen a mellbimbótok. Ha véletlen beválasztotok, és egy olyan eltartó betétet vesztek meg, amiben teljes, és abban ázik a melletek, akkor azt gyorsan használjátok el, nagyon gyakori cserével, és ne vegyetek többet olyat. És gyakorlatilag, tehát, hogy mindig száraz legyen a mellbimbótok, és azért fontos, hogy legyen két tapadócsíkja, mert ezzel, ha leteszitek a melltartótokba, ez a széles tapadócsíkkal föntre-lentre be tudjátok ragasztani, és akkor nem fog elcsúszni, és nem a hónotok alatt fog kikötni éjszakára, mert úgy elég kevéssé lesz hatékony. Tehát bekentétek a bimbót, és egy kicsit pucérkodtok, és utána rátesztek egy melltartó betétet, és a következő zuhanyig úgy hagyjátok. Megérzitek, hogy milyen fantasztikus jó lett, és utána majd a szoptatásnál, hogyha sérül a bimbó, akkor megint ezt elő lehet venni, mert egyébként ugye majd a szoptatásnál mindig bekenjük szoptatás után anyatejjel a mellett, mert az is egy csoda, de ha kezd pirosodni, ne adj Isten meg, aztán még ki is sebesedik, akkor okvetlen a lanolin kell, mert a lanolin gyógyítja meg úgy ebben a speciális vizes sebgyógyulással, hogy nem lesz varas, nem lesz heges a bimbó, ami rendkívül fontos, mert a baba az első következő szopásnál le fogja azt onnan kapni, és az fájni fog nektek, és nagyon kellemetlen lesz, és ha fájdalmatok van, ha idegesek vagytok, ha fáradtak vagytok túlzottan, akkor bizony csökkenhet az anyatejnek a mennyisége. Na most ugyanígy vannak ilyen környezettudatos szintén mosható betétek, ezeket nagyon figyeljétek meg, mert ne vegyetek egyszerre először csak egy dobozzal, az ugye nem elég, ha átálltok ennek a használatára, de próbáljátok ki, mert itt is, ha bevizesedik, és kimostátok egyszer vagy kétszer, de akár 10 után is, ha bevizesedik, akkor nem szabad azt használni, mert az ugyanolyan, mintha egy összehajtogatott vasalt zsebkendőt tennétek a melletekhez. Tehát rendkívül fontos, hogy ott se legyen
vizes, és gyakorlatilag ennek itt a külső felülete, itt egy más típusú anyagban van, és teljesen felfekszik ezen a külső felületén a melltartótokra, és ott marad rajta, rátapad, tehát nem lesz vele semmi. Mosózsákba beteszitek, sok mindennel lehet mosni ezeket, a babaruhával, a fehérneművel, ágyneművel, törölközőkkel, tehát minden ilyen, ami tiszta dolog, avval lehet mosni, és akkor lefektetve megszárítjátok, és akkor jó sokszor tudjátok használni, és akkor nem a szemetesbe landol, ugye a melltartó betét a szemétnek az óriási mennyiségét fokozva. És akkor elérkeztünk a szülésnek ahhoz a részéhez, hogy ugye megbeszéltük a kitolási szakot, megbeszéltük a továbbiakat, és megszületett ez a drága kis baba, és akkor nem hagyjátok, sőt, kéritek, hogy ne legyen azonnal köldökellátás. Mindaddig, amíg pulzál a köldökzsinór, az a vér az a babáé. Ezt nem véletlen találta így ki a szervezet, a, hívjuk akárminek, mert erre neki szüksége van. Nagyon jelentős mennyiségű vért kapnak ilyenkor a babák még. Tehát nem érdemes azért, hogy pár egy perccel korábban, vagy két perccel korábban kapjátok meg a pocakotokra a babát, de attól megkaphatjátok, mert attól pulzál. Csak hogy siessünk vele, hogy mellel legyen. Nem. Akkor majd addig a pocakotokon van, de szűnjön meg a pulzáció. Ha valakik köldökzsinórvért akarnak levenni, akkor is beszéljék meg, hogy hagyják minél tovább, amíg csak lehetséges, mert megvannak utána arra a forszok, fölakasztják azt a lepényt, és akkor le tudják még belőle venni a köldökzsinórvért, de kapjon lehetőleg minél többet ebből a vérből a baba. És utána ellátják a köldökét, és a kisbaba elindul az ő első útján, fantasztikus az élet, a babáknak nem törlik le, de kérjétek is, hogy ne töröljék le a magzatvizet a tenyerükről, mert képzeljétek el, hogy annak ugyanolyan illata van, mint a melbimbótok körül lévő, a bimbó és a bimbódvar határán vannak a Montgomery mirigyek. De akik eljönnek a Minimanóba és elviszik az ingyenes kiadványt, azok ezek mindent, a rajzokkal, mindennel meg tudtok belőle tanulni az egész első fél éves időszakra a fontos tudnivalókat. És akkor a babának ez lesz a szagminta a kis tenyere. És akkor veszi a szagmintát, és megy a szagminta után, és araszolgat, buccolgat, csudacukik, a nagy kis kóka fejükkel, és akkor szépen felaraszolnak a cicék. Kicsit türelmetlenek vagytok, azt is megértem, akkor föl lehet húzni, vagy meg lehet kérni a szülésznőt, hogy rakja föl a melletekhez, és akkor ugye már elindulhat, ha a baba is úgy gondolja, elindulhat akkor a szoptatás is, de nem kell aggódnotok, mert egyáltalán nem biztos, hogy a baba azonnal szopni akar. Mert nagyon sokszor még ilyenkor a baba nem kész még a szopásra, semmi baj nincs. Ott van veletek, és próbálkoztok. Ott vagytok együtt két órán keresztül. Nem szokták elvinni, szépen a babát csak leitatgatják, és ugye és összetakarnak benneteket egy közös meleg takaróval. Van, hogy aztán felöltöztetik, hogyha úgy van a rendszer, jó bebugyolálják, és akkor utána próbálkozhattok a szülőágyon való szoptatással, úgy akár, hogy csak itt van a fekszetek, egy kicsit lehet, hogy megemelik az ágyat, és akkor úgy szépen bekapja a baba, ha úgy van kedve, de lehet, hogy fél óra múlva, lehet, hogy egy óra múlva, de semmi nincs elveszve. Nagyon fontos dolog, hogy tudjátok, hogy a babák, az újszülöttek nagyon rosszul látnak. Úgy látnak, mint egy nagyon sok dioptriás szemüvegen átlátnának, és ráadásul fekete-fehérbe. Tehát nem a látásról ismernek föl benneteket, viszont fantasztikus a szaglásuk, a hallásuk és a bőrérzékelésük. Tehát megszokták a szívhangotokat, apának is a hangját, meg a hangotokat,
és azt hallják, és bármilyen furcsa, megnyugszanak rá, megismernek benneteket. Szükségük van a ti érintésetekre, a ti bőrötökre, vagy apájéra. Tehát nem a csecsemős nővére van szükségük, hanem rátok. Ezért, ha még mondják is a szülésznök, hogy adjátok be az újszülöttre, ne adjátok be. A babának nem az újszülött testnővére, nem az ott lévő iszonyatos fényre van szüksége. Gondoljátok csak el, most ott van a méheteknek a csodájába, a finom meleg vízbe. Minden zajt csak szűrve hal. Nincsenek fények. A csecsemőbe csapkodnak, sír a másik gyerek, stb. Őnekik titeket kell érezni. És akkor lesz nyugodt, és ti is akkor legyetek nyugodtak, semmi baja nem lesz annak a babának. Nyilván, ha valami gond van vele, az egy más dolog, de akkor szólnak, és nagyon ritkán van gond, tehát nem kell arra felkészülni. Viszont hagyjátok, hogy ezek az érzékeléseivel titeket találjon meg. A jó szaglásával, a jó bőrérzékelésével, mert ne rátok van szüksége, és akkor ő is nyugodt, és ti is akkor legyetek nyugodtak, és ez maradjon így végig a kórházi tartózkodás alatt. És akkor a mai napra, amit terveztem így szigorúan, tehát azt elmondtam, nem tudom, hogy hogy állunk az idővel, mert akkor gyakorlatilag megnézhetjük, hogy vannak-e kérdések. Ja, bocsánat, lesz egy rövid reklám, hogy Janó visszajöhessen, és akkor együtt megbirkózunk. Remélem, hogy sok mindent írtatok. Írhattok olyasmiket is, hogy mikről akartok hallani, mert megyünk tovább, ugye megyünk utána tovább a szoptatásnak az egyéb forcaival, meg a ti ellátásotoknak, a gyerekágyi időszaknak a tudnivalóival is. Szerbusztok, remélem, hogy tetszett ez az előadás. Én itt ültem így a végén, és megint hallottam új információt, pedig egy pár előadásom már voltam egy-kétszer rendezvényen, és szerepeltünk. Általában valahogy úgy hozza a jó sors, hogy előttünk, utánunk együtt szoktunk szerepelni. Vannak kérdések, de bíztatlak benneteket, most van itt a lehetőség, hogy kérdezzetek. Én olvasom majd fel a kérdéseket, és akkor Júli megválaszolja. Eszter kérdezi tőlünk, hogy ha apukára teszik a babát, és apukának is valamennyi mellkas szőrzete, azt le kell-e szőrteleníteni? Isten mentsen, így is hívjuk, hogy szőrkontaktus. Szó nincs róla, semmit nem kell leszedni,
Na most gyakorlatilag, hogyha műtétes szülés, akkor előfordulhat, hogy mivel most ugye nem tudnak a műtőbe benne az apukák, előfordulhat, hogy csak testen kontaktusba kapják meg, de nem biztos. Lehet, hogy lehet szőrkontaktus is, úgyhogy abszolút szó sincs róla. Otthon is meg tudja az apuka így nyugtatni a babát, mert nem mindig csak azért sír egy gyerek, mert éhes, hanem, tehát nem mindig csak merre akar kerülni, hanem valamikor csak megnyugtatásra vágyik, és akkor megnyugszik, vagy tele van levegővel, és a jó apai mellkason büfizik egy jó nagyot, majd ezekről is fogunk beszélni, és akkor megnyugszik, mert ugye tele volt levegővel. Úgyhogy nem, gyakorlatilag semmit nem bántunk apukákon, nem szadizzuk őket, hanem nyugodtan megkaphatják a saját testszőrzetükre, amivel utána is fog találkozni ez a kisbaba. Magdi kérdezi tőlünk, hogy befelé forduló mellbimbó esetén, hogy nehezebbé válhat-e a szoktatás? A befelé forduló mellbimbó az egy anatómiai idézőjelben rendellenesség, megrövidülnek a tejcsatornák, és még le is tapadhatnak. Ha neked ilyen problémád van, neked külön nagyon ajánlom, és mindenkinek, akinek ilyen, hogy abba a kis vájadba, mert ugye olyankor egy ilyen kis vájat van, tegyetek bele lanolint, mert ott nagyon fontos, hogy fölpuhuljon, és valamennyire ugye lehessen ezt a problémát megoldani. Nem kell aggódnod egyébként, mert a baba nem csak a mellbimbót veszi be, hanem a bimbódvar egy részét is. Lehet egy picit nehezítettebb a merretapadása, de ilyenkor segítséget kell kérni. És most nem hoztam el magammal, de majd lesz. Van olyan kis eszköz, amit semmi módon nem szabad. Van ugyan olyan, aki úgy hirdeti magát, hogy várandósan már kezdjed el kihúzgálni a mellbimbót, szigorúan tilos a mellbimbót piszkálni a várandós időszakban. Nem húzgáljuk, nem dörgölgetjük, csak a lanolin vagy valami hasonló van. Természetesen nem csak az, amit én mutattam, hanem sok készítmény van. Tehát kérlek benneteket, akiknek ilyen mellbimbójuk van, az gondoljon rá, hogyha nem sikerül ezekkel a természetes módon, hogy segítenek egy picit a merre helyezésnél, vagy ti türelmesebbek vagytok, akkor van ilyen bimbókiemelő eszközök, amik, mikor már a karodon van a baba, akkor helyezed rá, a következőben lesznek ezek a kérdések, és akkor avval ki tudod húzni. Ami igazi befele forduló, az többször kell ezt csinálni, mert nem lehet olyan drasztikussal húzni, hiszen, ahogy mondtam, meg van rövidülve, és le van tapadva, azt nem lehet kitépni, hanem az kell egy idő, de ilyenkor azért minden felpuhultabb, és ha még felpuhítjátok lanolina, akkor szépen ki lehet türelmesen húzgálni, de mivel nem csak ezt kapja be a baba, nem csak a bimbot, igenis, nagyon gyakran egy ügyes csecsemős nővér, vagy egy szoptatási szakember segít, de van, amikor saját magatok is, egy jó kis vércse gyerek, mert nagyon sokszor nagyon erősek, és majd a következő alkalomra megtanuljuk pontosan, hogy mire figyeljetek, és hogyan kell a babát jól úgy merre rakni, hogy hatékonyan tudjon szopni. Úgyhogy nem nyúlkálunk, ahogy mondtam, várandósan, hanem ez utána, és van rá megoldás, de a legjobb majd aztán a baba lesz, aki jól ki tudja szívni, de egyébként a mellszívók is sokat tudnak rajta segíteni, és azokkal is ki lehet húzni a mellbimbót. Erika kérdezi tőlünk, hogy a mellbimbónak a nedvesítését, tehát ez hanyadik terhességi héttől ajánlod? Amikor elkezd száradni, van egy nagyon nagy méretbeli változás van a várandóság ideje alatt. Ugye megfigyelhetitek, hogy hihetetlen, hogy mekkorára nő a melletek egy idő után elkezd növekedni, és nem győzitek az újabb-újabb melltartót vásárolni, hát ezért kell egy kicsit nagyobbat venni, meg lehet kapni egy ilyen, a Triumfnak most ennyit mondhatok, gondolom, lehet venni ilyen hátulja, amivel tudjátok bővíteni,
meg hát vannak nagyon jó várandós melltartók, és itt a Minimanóban fantasztikusak az eladók, mert úgy értenek hozzá, én is ezeket egyébként tőlük szoktam megkérdezni, mert nem vagyok napra kész a melltartókba, de hihetetlenül jók vannak, amik nagyon rugalmasak, mert az nagyon fontos, és hogy sehol ne nyomjanak. Tehát borzasztóan megnő a mell, és megnő a Bimbo is, és nem győzi ez a Montgomery mirigy olajozni, és ezt érzitek, mert viszket, mint a fene, kellemetlen. És lezuhanyoztatok, bekenitek a lanolinnal, vagy a balzsammal, és akkor szinte egy órán belül érzitek, hogy úristen, hát mi történt, és utána a szemmel látható lesz. Most ilyenkor egyszer-egyszer kell bekenni, hogyha korábban jön. Én mindenkinek javaslom, és elképesztően jó, most már 10 éves tapasztalatom van benne, hogy gyakorlatilag a szülés előtt egy pár héttel, egy 3 héttel egyszer-egyszer bekenni, és sokkal jobb, és sokkal kevésbé sérülékeny a Bimbo. Na most nem csövön találtam meg a lukat, meg kell nektek, hogy mondjam, mert ez a Nyugat-Európába, Amerikába, Japánba, ez a kommunikáció. Így készítek fel az édesanyákat. Próbálkozom, írom mindig a védőnőságban, mindenhol, de nem biztos, hogy mondják, van, aki mondja, van, aki nem, de nagyon jó, és vesztenivaló nincs. Hát van az azért, mert nem egy forintba kerül, de gyakorlatilag a hosszú távú hatása rendkívül jó. Kaptunk egy javaslatot arra, hogy ikrekkel is foglalkozunk. Erről okay. Egyébként van a várandós csoportban, a várandós vasárnap csoportban kifejezetten inkább technikai eszközök, de rengeteg tippet mond a Klári az ikresekkel, hogyha valakit érdekel ez a téma, akkor keresétek vissza. És Edith kérdezi, hogy van-e olyan olaj, amit kifejezetten ajánlunk gátvédelemre? Amik itt a Minimanóban vannak, azok mindegyike jó. Ugye pénztárca váltogathatja, mert itt gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy felpuhulnak a szövetek. Tehát ez egy elképesztő helyzet az utolsó pár hét. Tehát egy 2-3 héttel, maximum 4 héttel előtte lehet egy picit ugye olajozgatni ott azokat a részeket, kicsit segíteni, és akkor a szülésznő megmondja, hogy ő használja vagy nem használja olajat, és gyakorlatilag akkor be is lehet vinni magatokkal a szülészetre. Nézzétek meg a Minimanónak a honlapján, biztos, hogy fönt van, olvassátok el, hogy nektek melyik a szimpatikusabb, mert itt mindegyik olyan, ami nagyon komolyan bevizsgált, mert az is itt nagyon fontos. Tehát ilyeneket nem lehet össze-vissza helyeken megvenni, mert abból ugye lehet baj. Egy nyálkahártyára nem teszünk akármit, és főleg nem ebben az időszakban. De nem kell előtte semmit babrálni a gát környékén, beviszitek, ha legfeljebb nem kell, akkor majd utána elhasználjátok testápolónak, vagy bárminek, ha van egy száraz felület. Nagyon ügyesen a következő kérdésre meg is válaszoltad, hogy ugye mikortól érdemes használni a gátvédelmet, meg hogyan, illetve kérdezi Erika, hogy Bimbo kiemelő szükséges a kórházi csomagba, tehát hogy vegyék meg előre? Nem. Nem szükséges. Gyakorlatilag se Bimbo kiemelő, se Bimbo védő nem van olyan kórházi csomag nagy intézményi, amiben benne van. Az a lényeges, és ezt majd meg fogom mutatni a mellszívóknál is, hogy mire figyeljetek a következő alkalommal. A Bimbo védőnél és Bimbo kiemelőnél is, hogy mire figyeljetek annak megfelelően, hogy milyen anatómiai helyzetetek van, meg mekkora lesz a gyerek, mindent megbeszélünk. Egy fontos dolog van, hogy tudjátok, ha szükség van rá, hogy miért küldjétek apát. Most ugyan egy kicsit nehezebb a helyzet, de Bimbo kiemelőre biztos, hogy nincs így alapvetően szükség. Ha nagyon-nagyon befele fordul, akkor lehet, hogy érdemes most, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy most azért venni, mert nem biztos, hogy lehet, hogy csak majd interneten lehet rendelni, és ahhoz meg eltelik pár nap, és akkor ne legyen ez a bosszúság bennetek, de egyébként csak az a lényeg, hogy tudjátok, hogy milyen méretet, amit én majd mutatok nektek, annak 2 méretű tölcsére van, és majd elmagyarázom, hogy arra miért van szükség. Remélem, hogy nem kések le evel a jövő héten, hogyha tudjuk, megcsináljuk ezt az adást, és akkor megmutatom.
Enikő kérdezi, hogy a könnyedebb szülésre szoktánk javasolni a málnalevél teát, és hogy mikor és milyen mennyiségben ajánlott ezt fogyasztani, illetve hát, hogy eleve ajánlott. Én azt kiegészíteném a kérdést. Hát én ezt azért mindenképpen megosztóak ezek a dolgok. Én mindenképpen azt mondanám, hogy valószínűsíthetően jó hatású, de ugye ez az a szülés beindításának a segítségeként van. Tehát semmiképp sem, én nem javasolnám semmiképpen sem, amíg legalább nem jutottunk el a szülés idejéig. Tehát ne akarjunk előbb provokálni. Tehát nem piszkáljuk a mellbimbót azért, hogy ingert adjunk, és elkezdjen termelődni az oxitocin, hogy beinduljon a mi tevékenység, mert gyakorlatilag ugye azért szokták a bimbót piszkálgatni, és nem szabad, amíg nincs itt az ideje, mert akkor elkezd termelődni az agyalapi mirigybe az oxitocin hormon, az a véráramon keresztül eljut a bimbóhoz, de nem csak oda jut el, mert ugye ez lesz majd az anyatej termelődésének is az egyik alapja, a legfontosabb alapja ez az oxitocin kiszabadulás, mert eljut a tej melletekben lévő tejtermelő sejtekhez, azoknak összehúzza a falát, gondoljatok magatok elé egy fürcöllőt. És gyakorlatilag úgy zajlik le, hogy eljut a véráramon keresztül a kocsányba, és onnan a tejcsatornához, illetve a tejtermelő sejtekhez, és a tejtermelő sejteknek, a szőlőszemeknek összenyomja a falát, és gyakorlatilag betolja a tejet a tejcsatornába. Na most ez az oxitocin, ez felelős a szülésnek a folyamatáért is. Most, hogyha piszkáljátok a mellbimbót, akkor ez az oxitocin, ez bejut a méh falába lévő erekbe is, és összehúzza ezt a sima izmot, mert a tejcsatornákban is sima izom van, és azért történik meg ez a dolog. Tehát én semmiféle ilyen dolgot, semmifélét, ami sürgeti, hogy élettanilag induljon egy szülés. A szülésben, hogyha beleavatkozunk, akkor abból nem sok jó jön ki. Én mindenképpen azt javaslom, hogy ez is legyen az a téma, ami, hogyha ha egy kicsit csúszna a megindulása a szülésnek, vagy egyéb, akkor beszéljetek meg azokkal, ahova mentek szülni. Hívjátok fel őket telefonon, és beszéljetek meg vele, hogy mit szólnak hozzá. Jött javaslat arra, hogy ikrek szoktatásáról majd legyen szó, mert szerintem beiktatjuk ezt is. És a kiadványban van róla egy külön rész, mert ugye maguk az élettani alapok azonosak, csak ugye a technika más. Azért annyit mondok róla, hogy gyakorlatilag az a lényeg, hogy mind a két babát külön-külön kell először szoptatni, tehát nem tudjátok még ebbe a tandem szoptatásba, mert meg kell tanulni nektek is, meg nekik is, hogy hogyan kell szopni. És ami még nagyon fontos, hogy nem szabad kinevezni, hogy most az egyik cici Józsikáé, a másik cici Juliskáé, mert nem egyforma mennyiségű tej termelődik a két mellbe, tehát váltogatni kell, mert nem kivételezhetünk velük, és mert az a fontos, hogy mindegyik egyforma esélyekkel legyen, mi, ahogyha az egyik mellbe több van, már pedig ez így van, a másikba kevesebb, akkor a következő szopásnál az kapja meg a több tejet, amelyik előtte a kevesebb tejet kapta. Tehát ezek az alapok, és utána már van a egyszerre szoptatást is való próbálkozás is. És ott segítség. Erika kérdezi még, hogy akkor is be kell öltözni apának, ha csak kint szurkol a folyosón. Hát ez attól függ, hogy hol van az a folyosó, de ha meg akarod kapni a gyereket, akkor igen. Márpedig miért ne kapnád meg? Meg utána bekerültök, általában úgy van, hogy bekerül az édesanyja egy szobába, ahol még együtt tudtok lenni a műtét után is. Akkor meg megint csak kell a ruha. Tehát erre én nem sajnálnám, megmondom őszintén, mert ennél nagyobb csoda, mint hogy ott együtt vagytok hárman, higgyetek el, hogyha az lehet, hogy ötágyas, mert van olyan, ahol ugye ez a megfigyelő, mert ilyenkor ilyen megfigyelő szobába kerülnek, hiszen ez egy műtét az édesanyák. De hogy ott tudtok lenni, bezárul körülöttetek a világ, és tök mindegy, hogy ott a paraván mögött még kik vannak, ott ti vagytok.
Ti vagytok a család, ti vagytok először együtt. Meg ne hagyjátok, fiúk, hogy nem ölelhessétek magatokhoz azt a kisbabát. Hát a tiétek ugyanannyira. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy akkor föl legyetek erre készülve. Azon nem szabad senkinek erősködnie, egyetlen várandós édesanyának se, hogy okvetlenben legyen a párja, nem szabad erőltetni. Higgyétek el, hogy se jobb, se rosszabb édesapa attól nem lesz. Ha úgy gondolja, sokkal jobb, hogyha akkor kint van, de utána együtt tudtok megint lenni, meg akkor be tud menni azonnal a szülőszobára, hogy megszületett a baba. Mert utána már nem történnek olyan dolgok, meg nem is látja, hogyha ha ugye meg kell nézni utána még a mészájat, meg hogyha esetleg egy-két öltést be kell tenni, az már, akkor már úgyse foglalkoztok, csak egymással, és ugye végre kibővült csodálatos családotokkal. Hát itt én tapasztalatból mondhatom, hogy maga az a pillanat, amikor először fogja meg az ember a gyermeket, mert bent voltam mind a két szülésnél, az tényleg megismételhetné, semmire nem cserélném el, tehát ha a lehetőségetek van rá, akkor fiúk, hajrá, mert tényleg ez egy megismételhetetlen, és nem lehet leírni ezt az érzést, ezt tapasztaljátok meg. Erika még kérdezi, hogy Covid elleni védőoltás szoktatás alatt, hogy ezzel mi a helyzet? Hát az az igazság, hogy ezekre nincsenek még pontos válaszok, de meg fogom nézni, mert változnak ezek az álláspontok, mert ugye egyre több, sajnos ugye azért egyre több édesanya kapja el azért a Covidot a nagyszámok törvénye alapján, és utána ugye van, hogy elég hosszú ez a szoptatási időszak, tehát de most nem tudok nektek napra kész választ adni. Eddig ugye eléggé le volt zárva, de utána olvasok mindenféle irodalomban, meg minden olyan igazi potentát, embereket meg fogok kérdezni, akik a világirodalmat folyamatosan forgatják, már pedig azért vannak jó sokan, és egész pontos válaszokat fogok ezekre adni. Zsanett kérdezi, lehetséges lenne helyes lélegzetvételről egy előadás, a vajusás és az tehát időszaka alatti légzésről. Nem tudom, hogy ebben te tudsz segíteni, vagy persze, hogy csak ugye ott diktálják. Az az igazság, hogy ugye diktálják ezt, mert ugye az a lényege, hogy így átkarol benneteket, oda megyek a Janóhoz, hogyha nem bánjátok. Persze, igen. Mert most ezzel az anyuka. Anyuka még úgyse volt. Már nem is leszem. Tehát itt alányul apa, mert ugye fekszetek, hát ezt ugye már nem tudom azért lefektetni a Janó, és így megtartjátok a fejét, és így segítitek, és így ebbe az összehajtott testhelyzetbe nyomtok. A másik oldalon álltam, és tényleg így kell. Apukák borzasztó, vagy meg a szülésznők állati, hogy tudják mondani, hogy még, amikor már az édesanyja nem bírja tovább, akkor kifújja, ami lényeg, hogy mindig becsukva legyen a szem, és óriási nagy levegőt jól lesz hívni, de hát igaza van a kérdezőnek, hogy ugye ennek vannak ilyen technikai részei, hogy hogyan lehet ezt jól megtanulni. De gyakorlatilag higgyétek el, hogy mindent elfelejtetek abban a helyzetben. Tornázatok, tehát úgy gondolom, igen, hogy nagy levegőt akkor tudtok venni, ha amúgy is tudtok nagy levegőt venni, tehát én biztatlak benneteket, hogy amennyire lehet egy tornázatok, vissza tudtok nézni, volt nekünk két ilyen videó is, ami ilyen terhes torna videók voltak, hogy edzettek akkor arra egy picikét, és ez biztos, hogy segít. Nagyon érdekes, hogy már olyankor a kismamáknak a jelentős részén szinte azt mondom, hogy szinte majdnem, hogy 100% már csak feszítést érez lent, és nem fájdalmat, amikor nyom. Tehát azért az ember úgy jól is esik, meg nem is tudsz nem nyomni, mert hiszen abszolút nyomja, ugye ott van a gyereknek az a jó nagy feje a végbélnél. De itt, amiről beszéltem, hogy ez itt nagyon felpuhult állapot, ami aztán utána megszűnik, ez valami egészen fantasztikus, ahogy erre felkészül a szervezet. Tehát nem kell aggódni, és mindent mutatnak, és mindent diktálnak, mert hiszen ott van a szülésznő, aki ezt érzi, de már azonnal rááll a kezem, mert nem tudom másért mutatni, mert valahogy így fogjuk a gátat, és itt fönt megfogjuk a babának a fejét, mert nekünk csak annyi dolgunk van,
hogy azt tartsuk itt alulról a gátat, és fogjuk a baba fejét, hogy ne így buccanjon ki, mert akkor szana szétrepettek. Hanem szépen milliméterről milliméter engedjük ki ennek a drága kis emberpalántának a kis gyönyörű kis fejecskéjét, és ez a feladat, és nektek is ez a feladat, és olyankor már, amikor már ez a kigördülés, akkor már nem kell nyomni, hanem akkor már ilyen gyors, lihegő, kérjük, hogy liheg, ne nyom. Tehát a szülésznő dolga, aki ott van a gátnál, hogy ő idézőjelben irányít, minden csak idézőjelbe. És akkor ugye ott van édesapa, és ők is beszoktak segíteni, nagyon édes hát, jelenetek vannak, amikor anyuka egy jó oldalba vágja az apát, hogy hagyj már! Mert hát ugye elege van a világban. Erről is be tudok számolni, hogy ilyen is van. De ettől függetlenül megint csak visszatérek arra, hogy jó kondiba kell lenni. Az nagyon fontos, mert ugye nem tudhatjuk, hogy ez fél órát fog tartani, vagy 10,5 órát. Tehát, hogy ez... De lehet, hogy majd befűzzük Janot, hogy lehetne egy gyógytornász is, aki ezekre a speciális... Igen, azt hiszem, hogy ezt össze igen, fogjuk hozni. Jó, okay. Nagyon-nagyon jó tud lenni, mert más aspektusból sok mindent jó, nagyon jó ötlet, köszönöm szépen, és akkor rámegyünk majd erre a kérdésre. Van itt a kérdezi tőlünk, hogy császármetszés esetén is van-e lehetőség kérni, hogy pár percig várjanak a köldökzsinórnak az elvágásával? A köldökzsinórnak a pulzációja egy ilyen másfél-két, legfeljebb 2 perc múlva általában leáll. Na most igen, szoktak rá figyelni, hogy nem azonnal vágják el, leszokták rakni ott a lepedőre egy picit a babát, hogyha esetleg egy pici nyák van ott a kis szájában, azt kicsit el szokták onnan ott távolítani, és van egy ilyen mozdulat, hogy a lepény felől a köldökzsinórból még beszoktuk húzni a babába azt a maradék, ott maradó vért is. Tehát igen, de azért lehet mondani, de az operatőrök is szoktak erre, mert azon nem múlik. Tehát most az, hogy egy 20 perces, maximum 25 perces műtét, mert nem tart a műtét tovább, az tart tovább, hogy beizolálnak, lefertőtlenítenek, beizolálnak, az tart hosszabb ideig szinte. Tehát az előkészületek, az érzéstelenítés vagy az altatás, ez maga, hát hogyha altatás van, akkor azért már gyorsan meg lesz a baba is, mert azért van altatás, mert sürgősségi császármetszés van. Tehát igen, azért mondjátok, hogy azért szeretnétek, hogy minél több vér a babába menjen, mert gyakorlatilag, ha azonnal elszorítják, akkor nagyon sok gyerek lesz vashiányos. És ez borzasztó kemény dolog, mert így is a vasraktárok 6 hónapos korukra kiürülnek, és ezért van egy új csecsemőtáplálási irányelv, amiről már egyszer itt beszéltünk, de ha eljutunk odáig, amit nem kívánok, hogy mindig engem nézzetek, de hogyha meg az se, hogy a Covid olyan sokáig tartson, akkor viszont fogunk erről is beszélni, mert azért jó, ezek is legalább olyan fontos dolgok, mint ugye a gyereket nem csak megszülni kell, hanem ugye utána is, ugye megfelelően táplálni és ezekre figyelni, hiszen ti nektek a felelősségetek még a róluk való gondoskodás. Gabriella kérdez, hogy apuka miben tud segíteni legjobban a szülés közben, mire készüljön persze, hát hogyha ott van a jelenléte mellett. Megpróbálok én válaszolni, mit tapasztalt a bénemből. Hát kétszer is tapasztaltad. Először is úgy gondolom, hogy apukának a két fülét és az egy száját az nagyjából ebben az arányban használja. Tehát, hogy figyelje, hogy mit mondanak neki, és azt hajtsa végre. Mindenki azért nagyjából tisztában van magával, hogy mennyire bírja esetleg a véres dolgokat, mennyire bírja a stresszt, meg mennyire bírja azt a látványt, hogy az asszony teljes kiszolgáltatott helyzetben van. Nekem ez volt a legnehezebb, hogy boldogtalan jött, benézett, mondott valami adatot, általában új nyilván határozta meg a mértékegységet. Pont nálunk például ilyen átadás-átvétel volt, tehát ilyen váltás volt, akkor megint előről kezdődött az egész, meg rengeteg bonyodalom volt, hogy az előkészületekben, infúzia földön, egyebek, tehát hogyha mondjuk rendkívüli eseményt látsz, ami már filmben láttam, hogy nem oda való, mint én például tocsogtam az infúzióba, akkor szóltam, hogy háló, itt valami szerintem nincs rendben, nekem mire kéne csurognia. És én úgy gondolom, hogy higgadtnak kell lennünk, ne idegesítsük a dokit,
De ettől függetlenül ébernek is kell lenni, mert folyamatosan mondják, hogy mit csinálunk. Fogjuk meg anyát, nyugtassuk meg, simogassuk meg egy kicsit, sugjunk valamit a fülébe. Tehát ez mindig az adott időszakban más és más. Egy választott szülésznél nyilván, ami most ugye probléma, egyszerű volt a helyzet, mert én már ismertem, találkoztunk már a szülésszel, ráadásul ők család voltak, tehát a szülésznő, az ugye felesége volt a nőgyógyásznak, tehát egy ilyen tök jó hangulat, egy nagyon jó kis csapat jött. A második gyereknél már nagyon nem így volt, nem tudott eljönni a szülész, és láttam a nagy különbséget, hogy mennyire ridegebb volt ott nem volt meg a kontaktus. Hát apukkal még például megpróbálhat, nem kell túl haverkodni a dokival, vagy a dokinővel, de mindenképpen csapattaggal kell válni, nyitottnak kell lenni, hogyha be akarnak vonni, akkor ott legyünk. Nem tudom, hogy mi dolgunk van még. Így van. Amiről már beszéltünk is, és nagyon fontos, hogy lelkitársak vagytok, és mindenben társak. Tehát, hogy az anyuka mindenféle cicoma nélkül el tudja nektek mondani, amit érez. Mert nektek már egymás között nem kell becsomagolni a dolgokat. És erre higgyétek el, hogy rendkívül nagy szüksége van meg arra, hogy lássa a ti arcotokat, hiszen a ti gyereketek születik. Ez egy ilyen nagyon érdekes, beszűkült állapot, tehát a mamák nem azt élik meg, ami így közvetlen mellettük, tehát megélik a párjukat. Nagyon remélem, mert ugye azért nagyon nagy szerepük van az élettani szülésnél a szülésznőknek, hiszen Magyarországon, de már itt se lesz olyan hosszan ez a helyzet, hogy ugye egy élettani szüléshez nem kell orvos, hát gyakorlatilag akkor kell orvos, de a szülésznő észleli a szülést, tehát ő tudja, hogy mikor kell szólni orvosnak, és hát most ugye ilyen helyzet van, amilyen, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen, de higgyetek el, hogy mindent megtesznek a szülésznők, hogy igazán segítsenek, és minden pillanatban lássátok, mert ez a lényeg, hogy apa jobban messzebbre lát, és ezt a biztonságot közvetíti, hogy ne aggódj, itt vannak, itt van körülöttünk, azonnal jön, mert ugye nem mindig igénylitek azt, tehát szeretnétek ketten is lenni. Mert gyakorlatilag azért ez általában azért néhány óra eltelik, mire megvan a kisbaba. És akkor azt megmondják, hogy most akkor borogasd a homlokát, törölgesd a száját, rakjál rá egy kis szőlőzsírt, mondom, hogyha oldalra fordulhat az anyuka, mert miért ne fordulhatna, de mondom, főleg nagyon sok helyen lehet járkálni, lehet sok mindent csinálni, lehet mindenhova beguggolni, labdára ülni, tehát, és ezekben mindben iszonyú módon tudtok segíteni. Mert valóban sok dolguk van az egészségügyi dolgozóknak, de akkor ott van apa, és mindig ott van akkor mellettetek, és segít nektek. És mondom, hogyha lehet inni, mert azért sokszor lehet inni, mert elég nagy biztonsággal látják, hogy nem lesz császármetszés, akkor tudjátok itatgatni. De hát persze csak kortyonként, és azért nem kortyonként is megmondják, hogy milyen gyakorisággal. És tudjátok figyelni a szülésnek a ti is a haladását, mert ti is tudjátok észlelni, hogy minél hosszabb ideig tart, minél gyakrabban jön, és ha rendszeres, azok már az igazi fájások. Tudjátok közben támogatni, segíteni a különböző lazító dolgokat, légzéseket, egyébként amiket ott mondanak, idézőjelbe diktálnak, azokat is segítitek, figyelmeztetitek rá a mamát persze szépen, mert hát mondom, hogy ilyenkor kicsúsznak olyanok, hogy no menj te valahova, tehát, mert ugye amikor valami fáj, akkor fáj, tehát nyilván, de hát ezt nem veszitek a lelketekre, mert most nektek ez a dolgotok, hogy minden módon támogassátok érzelmileg elsődlegesen, de azon kívül ezekben a mozgásokban, derékmasszírozás, lábacskájának, talpának, aki amit szeret, szépen lehet ott csinálgatni. Hát, ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor tulajdonképpen a szív, lélek, test menjen be, ego maradjon kint. Így. Na, és akkor megjegyzem, és így érzi fogom. És akkor így nagyjából látjátok, hogy mi a teendő. Így van. Van-e hátránya a fájdalomcsillapításnak? Azt kérdezi Zsófi, élettani szülésnél. Ez egy nagyon jó kérdés,
mert vannak ezek a különböző gázok, ilyesmik, azoknál nem igazán szokott semmi olyasmit csinálni, ami gyakorlatilag előfordulhat, hogy ugye a gerinc közeli érzéstelenítésnél egy kicsit elnyújtja a kitolási szakot. Viszont a tágulási szakot meg tudja rövidíteni. Tehát azért olyan nagyon vészesen nincs, és ha az indokolt, és nagyon fáj, nem kell túlszenvedni, hanem akkor nyugodtan kérjétek. De megmondják akkor is, hogyha úgy érzik, hogy valami olyan helyzet van, ami miatt jó lenne, hogyha nem nyújtodná el esetlegesen a kitolási szakasz, akkor megértitek, és akkor meg történnek a dolgok másként, próbálnak valamilyen más módon segítségetekre lenni. Kriszta kérdezi, hogy van egy bizonyos ergámcsepp, hogy ez szoptatás alatt javasolt, vagy sem? A szoptatás a legjobb arra, hogy a méhet összehúzza. Majd észre fogjátok venni, hogy amikor elkezditek szoptatni a kisbabát, akkor sokkal nagyobb mennyiségű vér fog ürülni. Mi a helyzet a méhetekben? A méhetekben azon a felületen, ahonnan leválik a lepény, ott egy cseppfelület marad. Pluszba, ahogy beszéltünk, hát ugye marha nagyra megnő a méh. Na most, amikor szoptattok, akkor ugye kiáramlik az oxitocin, és olyan fantasztikus az élet, hogy az első gyereknél viszont szinte ilyen tónusos görcsben van folyamatosan, nincs még ez, hogy elernyed, összehúzódik. Minél többedik gyerek születik, annál rosszabbak az utófájások. Ez az élet igazságtalansága, mert akkor nem ilyen tónusosan húzódik össze, de még tónusosabb lesz, és még jobban kilöki azt a nem odavaló váladékot, mert az egy sebb váladék. És miután a szülés kapcsán, ugye attól a pillanattól fogva, hogy megrepett a burok, közlekedik a hüvelyflóra a méh belfelületével. Tehát oda bekerülnek a kórokozók. És nincs ezen mit szépíteni, a következő alkalomra szántam, de hát attól most is beszélhetünk róla. Ez egy kellemetlen szagú, először tiszta vér, és utána egyre felhiguló sebb váladék végül is. Tehát a szoptatás a legjobb, a gyakori igény szerinti szoptatás, mert az jól összehúzza. Ha segítség kell, akkor nagyon sokféle készítmény van, akkor elmondja az orvos, hogy ő mit javasol, hogyha valami miatt nem tudja jól megcsinálni a szervezet, de mondom, hogy azt meg fogjátok figyelni, hogy akkor érezni fogjátok, vagy azt, hogy na most aztán még jobban fáj a hasam, ha több egyszer szülők vagytok, vagy azt, hogy több váladék ürül, és ez annak az értékmérője, hogy amikor az juttatja el a legjobban az oxitocint, amiről beszéltünk, nem csak a mellbe, hanem a méhbe is. Tehát ez az egésznek a lényege, és tényleg nagyon kérlek benneteket, hogy olvassátok el a kiadványt, mert mindennek nagyon okos kérdéseket tesztek fel. Csak ugye itt egy-másfél óra alatt nincs lehetőség, hogy minden okokozati összefüggést feltárjak. Viszont a kiadványban benne van, és akkor már tudni fogjátok, és mindent tudatosan tudtok csinálni, persze az érzelmek, meg a szeretet, meg az anyai és apai ösztönnek a figyelembevételével. Magda kérdezi, hogy jóslófájások szülés előtti hetekben könnyebbé teszik-e a vajudást? Sokszor igen. Mert hogy egy kicsit elkezd, beszéltünk róla, ugye, hogy nem csak megnyílik a mészáj, hanem ugye fel is szedődik, ugye, ahogy így mutattam nektek, hogy így lelövidül, és fel is szedődik. Na most ez is másként zajlik le az először szülő édesanyáknál, és másként zajlik le a több egyszer szülőknél, de nagyon-nagyon fontos az, hogyha egy kicsit már megnyílik, és egy kicsit felszedődik, az is rengeteget jelent a szülés további szakaszába. És nagyon érdekes, hogy nagyon nagy szüksége van a babának arra, hogy találkozzon a ti hüvelyváladékotokkal. Az egy olyan immunitást és egy olyan indítást ad el az életébe, mert a ti pozitív kórokozóitokat
fogja hordozni, és ugye ezért szokták mondani az édesanyáknak, hogy császárnál is, hogy előtte csinálnak egy kis néhány, tehát a programozott császárnál, hogy csinálnak fájásokat azért, hogy megnyíljon egy kicsit a mészáj, az azért is jó lesz, mert ki tud ürülni ugye könnyebben a sebb váladék, mert a császárnál ugyanúgy le kell szedni a lepényt, és pluszból ott még ott van a vágásnak a sebe is, de gyakorlatilag akkor már találkozik egy picit a baba a ti kórokozóitokkal, amiknek vannak bizony a hüvelyben lévő kórokozóknak nem csak kórokozók vannak, hanem vannak pozitív baktériumok is, és ezeknek a pozitív baktériumoknak nagyon nagy szükségük van a későbbiekben az emésztéshez, egyebekhez, még 10 éves gyerekeknél is ki tudják mutatni a szülés módját a bérrendszeréből. Fantasztikus az élet, tehát ezért is mondom, hogyha nincs igazán indoka, akkor vállaljátok be, hogy élettani szülés legyen, mert a babának is sok mindenben jobb, meg a ti további életminőségetekben is, mert mégse kaptok egy nagy műtétet. De nincs baj, mert nagyon jó a műtéti technika, tehát félelemre nincs ok, nem parázunk, semmivel nem vagytok vele előbbre. Krisztina kérdezi, hogy van neki egy mikrozható, fogyasztható gélpárnája, és szülés közben és utána fájdalom csillapításra hogyan tudja használni? Remek. Ugye az, hogy ott kell, hogy fagyasztott legyen, és akkor nem tudom, hogy ennek a gélpárnának kellene, hogy legyenek egyszer használatos húzatai, mert az nagyon fontos. Ha nincs egyszer használatos húzata, akkor meg vegyetek valami olyan minőségű papír törlőt, ami puha, vagy... De hát tulajdonképpen nagyon puha WC-papírba is bele lehet tekerni, mert az a lényege csak, hogy utána ugye legyen, ami közben felszív is. De hogy ezeknél, mert ugye ez a párnának ennek az az előnye, hogy egyben föl is szívja, de az egy 20 perc alatt fölmelegszik, és akkor utána megy a szemetesbe. A te gélpárnádat pedig ugye többször tudod használni. Csak hogy ugye legyen ott valami, mert közvetlenül szigorúan tilos. Se hideg, se meleg, és gélpárnák. Csak a gélpárnák nagyon jók egyébként, de nem szabad oda rátenni a közvetlen a bőrfelületre, hanem valami kell közé. Na most ugye, ha vannak olyan már nem használt, például teljesen tiszta konyharuhák, azokat is föl lehet vágni. Igen, csak ugye utána azért nem annyira jó kimosni. Hát be lehet áldozni 200-300 forint. Igen, hát annyi biztos, mert akkor föl kell vágni, és akkor nem kell, hogy vastagon lefedje, csak hogy pamuttal érintkezzen a közvetlen felület. Ez is jó ötlet tulajdonképpen, mert általában van ilyen kis zsákjuk. Mert ugye ilyenkor nem csak a gátnál jó, hanem általában az élettani szülésnél valamilyen szintig megvan az aranyér is, hogy még tovább biztosítassalak benneteket, és arra is nagyon jó a hideg, meg vérzéscsillapító is. Enikő kérdezi tőlünk, a másik csoport előadásot nézni, ugye több csatornán megyünk most, ott ugye nem tud kérdezni, de áthoztuk, hogy gátizomtornával kapcsolatos kérdés lenne, méghozzá ajánlja a szülészni az epinóval, ez az aniballal való gyakorlatokat. Hát ugye semmiképp se korán, mert ugye csak akkor szabad, amikor már felpuhult nagyon, és ugye ebben a más állapotában van a hüvely, tehát nem akkor, amikor még nem ilyen tágulékony. De én azt mondom, hogy beszéljétek meg a szülésznővel, mert ugye olyan óriási méretekre pont amiatt nem kell ezeket tágítgatni, mert gyakorlatilag nem hiszem, hogy olyan különösebben sok mindent csinálna, de nincs olyan nagyon sok értelme, mert ez annyira kibírja ezt a gát anélkül is, de hogyha van ilyen, akkor lehet használni, de csak tényleg a szülés előtti hetekben, és semmiképp sem, inkább 37-38. Hét körül, és tehát én egy kicsit középutas vagyok ebbe. Egy
És azt mondom, hogy a középút az lehet megint csak a sima torna. Igen. Tehát, hogyha igen, a vándorlás tornával altájon is lehet a gyakorlatok segíteni. Igen, mert ugye ezek a hüvelytornák, egyebek, ezek aztán utána is nagyon jók. Meg ezeknek a lazító gyakorlatoknak a megtanulása is nagyon jó. Csak nagyon időigényes, tehát ezt így nem lehet elmondani. Arra rá kell szánni abszolút legalább egy ilyen két órás foglalkozást, hogy annak valamilyen értelme legyen, mégpedig úgy, hogy ti is ott a számítógépetek, vagy akár amivel nézitek, azelőtt ti is csináljátok, mert csak úgy van értelme. Ágnes kérdezi, hogyha megindítják a szülést túlhordás miatt, akkor az ártalmas lehet bármilyen szempontból, vagy sem. Fájdalmasabb lehet az indított szülés, mint a magától indult szülés. Hát általában ugye szülészete válogatja, de ugye betöltött 41. hét van, ahol csak a 42. héten, mert ugye nem mindig középidőben lesz az a fogam, meg a termékenyül, meg a petesej, tehát fogam meg a magzat, tehát akkor még másként hívjuk, de ez most nem érdekes. Tehát gyakorlatilag a szülésindításnak teljesen más időpontjai vannak ennek megfelelően, illetve más indikáció is. De te a túlhordást kérdezted, tehát akkor már meg kell indítani, mert gyakorlatilag a lepény elkezd előregedni. Na most egy türelmes indításnak megvannak a forszai, hogy egy kicsit megtágítják a mészájat, ilyen nagyon kíméletes módszerekkel tágítják, ami folyamatosan, nagyon lassan, és adja az ingert. Tehát kiderül, hogy milyen módszerrel indítják. Van az is, hogy oxitocinos infúzióval. Ilyenkor el kell indítani a szülést. Hát megmondom őszintén, hogy szerencse kérdése, mint a magától induló szülésnél is. Igen, egyébként igazad van, előfordul, hogy egy kicsit nehézkesebb a szülés, egy kicsit lehet, hogy jobban elfárad, ami kicsit több az indított szüléseknél a császármetszés, mert nem azért jöttünk ide, hogy hantázzak itt nektek. Igen, előfordulhat valóban, de van, hogy csak a pöc kellett, és megy, mint a fene, mert már csak épp az kellett, hogy rásegíteni, és jön az inger, hiszen nem tudjuk, hogy mitől indul be a szülés. Alexandra kérdezi, hogy a jelenlegi helyzetben ugye inkább online szülés felkészítők vannak, hogy mindenképpen érdemes-e olyan helyet választani, ahol személyes az előadás, vagy megteszi ez az online verzió, hogy inkább a kockázat tulajdonképpen, vagy a személyes jelenlét fontos, én úgy ezt hámoztam ki a kérdésben. Hát ugye azért ez pénztárt a kérdése is. Ugye én ugye tájékozott vagyok a szülésznőknek az oltási kedvéről, nagyon korrektül csináltak a szülésznők, tehát én tulajdonképpen egyetlen egy olyan szülésznőt tudok, aki most nyugdíjba is ment, mert olyan krónikus megbetegedései vannak egy vezető szülésznő, ami miatt ő még gondolkodott, de már lehet, hogy azóta beoltották, tehát önnála tényleg van veszély, tehát csak speciális helyen lehet beoltani, stb. De egyébként beoltatták magukat a szülészünk. Na most, amit azért tudni kell, hogy aki oltást kapott, az attól még előfordul, hogy pozitív. Tehát meg tud fertőződni, csak nincsenek tünetei, vagy csak náthás. Ha náthás, akkor azonnal megcsinálják neki a PCR szülést, tehát ott nincs mese, mert hogy előfordulhat, hogy ez csak azért, hogy ugye pozitív lesz. Ezt azért mondtam el, hogy ha aki valaki el akar menni, akkor is én tőlem kérdezték ezt már szülésznők, és mindenképp azt tanácsoltam, hogy úgy helyezkedjenek el, hogy így, ahogy mi is vagyunk a Janóval, és most ugye én beszélek hozzátok meg a Janó, és én ugye már régóta be vagyok oltva. De nagyon fontos, hogy maszkba legyetek. És vagy orvosi, vagy FFP, mert maga ez a varrott maszk, ez teljesen bizonytalan, hogy az mennyit fog el, és most ez a mutáció, ez nagyon durva. Tehát lehet, hogyha úgy érzitek, hogy nektek arra szükség lenne, meg olyan szülésznőt találtatok, mert tudok olyat is, aki ott dolgozik, és akkor így a helyi szokásokat tudjátok vele átbeszélni. Melyik az az ajtó, amit ki kell nyitni egyéb? Azt gondolom, hogy igen, akkor
áldozzátok be, mert hát azért, azért nyilván, hogy, hogy pénzben pénzbe kerül, de akkor, ha megtehetitek, tegyétek meg, ha nem, akkor pedig használjátok ki ezeket a lehetőségeket, mert nem azért jövünk mi is, és azért próbálunk minden irányból, és ezért egy fantasztikus azért, lássuk be a Minimano, ahol ha azt mondjuk, hogy jó lenne egy gyógytornász, akkor azt mondja Jan, hogy igen, akkor meg lesz a gyógytornász, mert hát azért sejtitek, hogy nem egy fillérbe kerül egy ilyen stúdiónak a fenntartása, de hát mert elkötelezettek, és remélem, hogy érzitek rajtam is, hogy ez az életemnek a csúcsa, a szülésznőség, és az, hogy próbálok most akkor segíteni, és ha kell, akkor minden héten egymás után is eljönni. Nézzük a következő kérdést. Enikő kérdezi, hogy az említett kiadvány elérhető online vagy e-mailben? Vidéki kismamák nem tudják másképp hozzájutni. Hát eleve ugye ez egy kényes kérdés, hogy bejönni ebben az időszakban, hogy tudjuk igen, személyesen átadni. Isten igazából a személyes jelenlét és az egyebek itt a megbeszélésünk alapján, és az azért volt, amíg nem ez a helyzet volt, hogy komoly-e a szándék. Igen. Mert igazából itt megint csak az van, hogy a Juli ezt a saját pénzén megcsinálta, ez egy ilyen több milliós tétel, vagy 10 millió fölötti tétel, és odaadja ajándékba nektek. Viszont oda jusson, ahova éppen kell. Ezért kellett egy ilyen szándékot, de majd meg fogjuk beszélni, hogy hogyan tudjuk eljutatni oda, akik nem tudnak, nincs rá lehetőség, hogy eljöjjenek, igen, vagy valami rendelés. Hát azért azt is elmondhatjuk szerintem, hogy igen, ugye a rendelés. Tehát most nem akarunk mi titeket most, hogy itt most okvetlen, tehát félre ne értsétek, de hogyha rendeltek bármit a Minimanóból, és beleírjátok, hogy ti kértek kiadványt, bele fogják nektek tenni. Tehát az is megoldás értékű, meg megbeszéljük a Janóval, hogyha összefogtok több kismama, és egy apuka bejön, akkor is meg tudjuk beszélni, hogy akkor a barátnőnek is, vagy mit tudom én, esetleg el lehet vinni, mert ugye akkor úgy hozzá tudnak jutni vidékiek is. A külföldön élőknél csak az lehet, hogy ott akkor ki kell fizetni egy jelentős postaköltséget, attól függ, hogy persze az a jelentős nincs annyi, mint amennyiért a Jobline-on meg ilyen helyeken árulják a kiadványomat, mert majd szép durranok, mert 3000 forintért. Na most a Európai Unión belül, mert már nem az első ilyen kérés, tehát ilyen 1500-1600 forint körüli összegér van, utána majd akkor valahogy meg lehet. Igen. Jó, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, mert nyilván ezt megfelelően be kell csomagolni, hogy ne sérüljön, stb. És akkor megnézzük, hogy hova, hogyan tudjuk eljutatni. Igen. Én készen állok rá, hogy segítsünk természetesen. Húha, nagyon sok, elhúzottunk, ezesen 2 órás lesz a műsor, de kérdezi Adrián, hogy mi a véleményed, mi az álláspontod, hanyagfetve kontra álló térdelő Google Oppose-ban történő szülésre? Ahogy nektek jól esik. Tehát ez a családbarát szülészet. Ha nincs szakmai indoka, hogy például elfolyt a víz, a kisbaba feje még nincs bent a csontos szülőcsatornába, akkor, ha nincs berögzülve, akkor nem lehet fölkelni, mert akkor előre sodródhat a köldökzsinó, és borzasztó nagy baj van, mert a következő fájásnál rányomódik a gyereknek a feje csontra, a medence csontra, és ott van a köldökzsinó, és elnyomja, és nem kapja az oxigént tovább a baba, mert már olyankor nem a tápanyag az érdekes, hanem a levegő, illetve hát oxigén, amit ugye a köldökön, véren keresztül kap meg. Tehát egyébként meg olyan testhelyzetbe vajutok, én nekem volt szülőnöm, 4 kézláb, úgy volt, hát most úgy érezte jól magát, úgy nem is tudtam volna, Erzsikének hívták, még mindig emlékszem rá. Tehát gyakorlatilag Erzsike így gondolta, akkor úgy feküdt, tehát hogyha nincs gond, jó, nyugulékony volt, tágulékony volt, nem is lett sérülése, pedig hát ott nagyon sokat nem tudta magától védeni. Mindenféle testhelyzetet lehet választani, és ebbe tudnak segíteni az apukák, tehát nyugodtan, de azt kérem tőletek, hogy tegezzetek vissza, mert
Én ezt úgy szeretem. És én már fordítok, én vagyok, ilyen kis fordító vagyok ott magáznak, én konstans úgy, igen, olvasom már. Igen, de ti is tegezetek, legyetek szívesek, és próbáljátok megosztani, mert én nem mondom azt, hogy ez most a csúcs, amit mi csinálunk itt. De azért nagyon sokat ad. Tehát osszátok meg a kismamatársaitok között, és ebből csináljátok egy, hogy legalább akkor ez legyen, mert ez a célunk, hogy akkor legalább ez jusson el. Mert hát azért tényleg nagyon kevés helyen, meg nagyon kevés vállalkozó szülésznő van még, akik ugye csinálják ezeket a személyes szülésfelkészítőket. Erős Tivadarné kérdezi, hát ő törzs kérdezőnk, meg törzsvásárlónk is. Abban az esetben, ha kér dátumig nem indul be magától a szülés, meddig várnak, mikor indítják ezt a... Ugye csinálnak folyamatosan már, és ugye egyre gyakrabban csinálnak akkor már ugye vizsgálatokat, mert meg kell figyelni, hogy milyen állapotban van a lepény, hogy a babának az oxigenizációja rendben legyen. Tehát az is meghatárolja, hogy mikor. Tehát erre így nem lehet mondani. Gyakorlatilag ugye nem nagyon illik a 40. hét előtt, de ha azt látják már a vizsgálatokból, hogy gond van a lepénnyel, akkor megcsinálják, indítják előbb. De egyébként a 42. hétben mindenképpen el kell indítani, hogyha ez volt a kérdésed, de folyamatosan csinálják a vizsgálatokat, figyelik a babát, figyelik a lepényt, és akkor annak megfelelően, hogy ne legyen baj, mert csak az a fontos, nem az a fontos, hogy hanyadik hétre születik a gyerek, hanem hibátlan legyen, meg ti is hibátlanok maradjatok. Mert nincs olyan, hogy kicsit sérül gyerek. Az nem lehet alternatíva. Az lehet csak az alternatíva, hogy mind a ketten egészségesek vagytok. Adrien még megköszönte, és szia, betegeződtetek, tök jó. Én köszönöm, hogy ilyen sokan néztétek ma ezt az adást. Én úgy gondolom, hogy rengeteg hasznos információ volt. Fogadjatok szót Julinak mindenben, abban is esetleg osszátok meg ezeket az adásokat, mert tényleg úgy gondolom, hogy rengeteg hasznos tartalom van benne. Én személy szerint nagyon köszönöm azt a sok-sok megrendelés, ami érkezett ide hozzánk a webáruházon keresztül. Mi ezeknek a úgymond hasznát forgatjuk vissza ezekbe a videókba, és igyekszünk minél többet csinálni. És ezen a héten sok alkalommal fogunk jelentkezni, és a jövő héten is sok alkalommal fogunk jelentkezni. Jövő hét csütörtökön Julival találkozunk, de érdekes témákat dolgoztunk föl. Lesznek 5-10 perces videóink, csináltunk egy apás videót, nagyon-nagyon klassz, Klárival elbeszélgettünk, hogy mit vár el egy hölgy attól, hogy segítsen otthon az apuka. Én próbáltam az apuka szerepbe visszaemlékezni, és a modernkori dolgokat, tehát megpróbálunk tényleg ezekben a témákban itt fürdőzni. A tetszéseteket ki tudjátok nyilvánítani mindenféle lájkokkal, szívecskékkel, egyebekkel. Ez nekünk nagyon sokat számít, és tényleg meg nekem köszönjük. Is. Hogy persze? Mocsok helyzetben meg a megosztások, tényleg ne fukarkodjatok vele, ez a rész ingyen van, és hogyha szimpatikusak vagyunk nektek, meg a küldetésünk, akkor azzal tudtok minket anyagilag támogatni, hogyha rendeltek tőlünk a webáruházból motyókat, mert ebből tartjunk fel mi is igazából így magunkat, de nem csak emiatt csináljuk, mert ugyanúgy küldetés a Julinak is, mint a könyv, nekem meg ezek a videók a küldetéseim. Mert nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, és találkozunk majd minden nap, nem minden nap, de heti több alkalommal különböző videókban. Köszi a figyelmet, szervusztok!